az, aki vitt bele a rosszba. Be kell valljam, hogy én sem nagyon tiltakoztam. Jó ötletnek tűnt almát szedni a paradicsomban. Ettem a fáról, azóta érzem magamat távol. Attól a sráctól, aki lenni akartam igazából. Néha napján vizen járok, de csak télen. -10-ben a lehetetlen is lehetséges. Valamikor, valahanyadiken maradtam ember csupán. Azóta van 1001 hibám. Valamikor, valahanyadiken elvesztettem a glóriát. Se zseniális meglátásaim, se akrobatikus mozdulataim. De vannak szívveréseim, amik a nevedet morzeletik. Remélem érzed, ezt ugye hallod, hogy ezt a dal csak neked írom. Valamikor, valahanyadikán maradtam. Érdemes volt várni erre a klipre, nagyon-nagyon jó lett a végeredmény. Itt is van a csapatból Robi és Balázs, sziasztok! Sziasztok! Azért azt kicsit beszéljük meg még mielőtt nagyon elmegyünk a részletekbe, hogy a képi világot a zene szövegével egy platformra hozni mennyire volt nehézkes? Hát igazából adta magát valamennyire, Esendő Halandó a dal címe, és van egy sor, hogy nincsenek különleges képességeim, és még igazából ebbe láttuk bele azt, hogy mi lenne, hogyha lennének különleges képességeink, és ahogy talán már többen láttátok, ez egy ilyen trükkfelvételekre épülő videóklip volt, és mi úgy érezzük, hogy valamennyire a dal mondani valójával is rezonál, és tök jó, hogy ilyen úgy szoktuk mondani, kézműves videóklip született, szóval nem ilyen óriási stáb, meg milliók, hanem inkább az ötletek vitték, és a lelkesedés, a kreativitás. Igen, de azért az látszott, hogy a főszereplőn kívül az egész zenekar szerepel tulajdonképpen a klipben, de ezeket a trükköket kivitelezni azért azt gondolom, hogy egy kicsit nehéz lehetett, és össze kellett hangolni minden mozgást és minden egyes megmozdulást, felvételt, de nem nagyon használtatok speciális effektusokat. Igen, pont ez volt a lényeg, ezt akartam is mondani, hogy kvázi egy analóg klip, tehát hogy tele van trükkökkel, de pont az a érdekesség benne szerintünk, hogy nem a digitális trükkök világa, hanem ezek sima, analóg, vicces jelenetek, amiket kis gyakorlással, meg érdekes perspektívákkal lehet megcsinálni, és akkor tök jó volt, hogy a Balázsék is csatlakoztak hozzá, úgyhogy voltak ilyen közös részek is, én ott voltam végeforgatáson. Hiszen teremtesztet, az azért el kell mondani, igen. És akkor azt hogyan tudtátok megoldani, amikor ti mondjuk valahol a múzeum lépcsőjének az aljánál álltok, és akkor el kellene fújjon titeket egy lendülettel a főszereplő, de nyilván ezt össze kellett hangolni. Ilyen apróságokban azért volt sokáig szöszölés? Hát szöszöltünk egy darabig, egyébként szerintem meglepően gyorsan haladtunk vele. Tehát én azt hittem, hogy sokkal többet fogunk bénázni, de szerintem ilyen 6.-7. tékre tök jó lett. Hát kőprofik voltatok igazából, ők tényleg odajöttek arra a fél órára, amit meg kell csinálni közösen, és azt nagyon fegyelmezetten megcsinálták a srácok, és egyébként tényleg ez a könnyebbik része volt, mert néhány ilyen közös zenekari gag jelenet volt, a klip nagy része az a Kőrösi Áron barátunkkal, Lárcsi a főszereplő, aki egyébként bohócként dolgozik többek között a hétköznapokban. Vele jártuk a várost, előre kinéztünk helyeket, trükköket kipróbáltunk, nézegettünk perspektívákat, szóval ez egy hosszadalmas projekt volt. És hogy érzitek, hogy akkor ennek a zenének a mondani valójával hogyan van összefüggésben ez a figura, aki egy kicsit ugye a világra ráeszmél, miközben ezeket a furcsa helyzeteket megéli a város különböző pontjain? Igen, hát kicsit elemelve kapcsolódik szerintem, tehát nem akartuk teljesen lekövetni most a dalszöveget egy az egyben, hanem az Esendő Halandóban benne van nekünk egy ilyen homolúdens kép, és Árcsi a főszereplőnk igazából ezt a homolúdens, ezt a játszó embert jeleníti meg, és az egész klip valahogy erre épül föl, hogy merjünk játszani, és merjünk rácsodálkozni a világra, akkor is, hogyha Esendő Halandók vagyunk. Ez egy ilyen nagy játszótér, amiben élünk. Ez egy nagyon fantáziadús klip is lett, talán, mint azt említettem is, de mondjuk a rajongóktól ti milyen visszajelzéseket kaptatok, ha kaptatok? Hát eddig csupa pozitív kommentet olvastunk, tehát nem kaptunk ilyen, nem tudom, szitkozódó, nem is ezt, hanem így csalódott kommenteket, hogy hát az ennél jobbra számítottam, és igazából tökre jók a visszajelzések. Igazából kifejezetten jó, a Balázs szeret így visszafogott lenni, de hogy az ritka, hogy külön írnak üzenetet, hogy hú de jó lett, meg hogy milyen érdekes, meg ilyen még nem volt, és most tényleg meglepően sok kellemes visszajelzés jött. Viszont ugye nagyon jellegzetes helyein forgattatok a városnak, ahogy azt említettem már, a múzeumban, vagy például a Városligetben. Melyek voltak még, amiket mindenképpen ki akartatok használni, és miért pont ezekre a helyszínekre esett a választás? Volt ebben bármilyen már ezt megelőző ötlet? Volt némi tudatosság, tehát egyrészt volt néhány olyan budapesti spot, ami nagyon adta magát, de egyébként meg nem akartuk a teljesen elhasznált helyszíneket használni, hogy most a parlamentnél mindenképp legyünk, meg ilyen nagyon ikonikus helyeket nem akartunk kihasználni, pár ilyen volt, de egyébként kimentünk Budapesten kívül is, a klipnek a záró része az Biatorbágynál forgott egy nagy sziklán, most nem akarok rossz nevet mondani, hogy pontosan hol forgattuk. És Doroszlán szikla, igen, azt hiszem ez a konkrét neve. És Pesten belül elég sok helyszínen forgott ezt, tehát azt hiszem, hogy 5 napot voltunk kint Budapesten belül, és... Akkor ez egy nagy forgatás volt tulajdonképpen. Igen, ez nem hosszú. Ahhoz képest, hogy tudod, nagyon gyorsan mennek az események, és 2 másodperc egy gag, de hát nagyon-nagyon sok kis 2 másodperces gag van benne, szóval ez tényleg nem egy egynapos munka volt, hanem komoly előkészítés, aztán 5 nap. Igen, srácok, viszont gratulálok tényleg ehhez a filmhez, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszi szépen.